Hát sziasztok! A Bundesliga 16. fordulójában a Lipcse otthonában nem tudta legyőzni a Bayern Münchent. 0-1-es félidő után 1-1-et játszott, és hát azt hiszem, hogy mindenki azt a kérdést teszi fel, hogy miért nem sikerült a harmadik helyezettnek saját otthonában legyőzni az első helyezettet, miért nem sikerült a 6 pontos hátrányt egy kicsit lejjebb dolgozni, és akár 3 pontra ugye közel jutni a Bayern Münchenhez, mert egyébként a mérkőzés előtt ezt nyilatkozták. Az én videóm is erre épül fel, de természetesen a magyarokra koncentrálok, ugye köztük természetesen Orbánra, aki Guardiolával tulajdonképpen remekül védekezett. Hát ugye a Orbán is egy nagyon kiváló hátvéd, ezt tudjuk, a Guardiol pedig ugye a világbajnoki bronzérmes csapat kiváló hátvédje volt, úgyhogy ezen nincs mit meglepődni. A másik pedig, akire koncentrálok, természetesen ugye Szoboszlai Dominik. Én magát a mérkőzést nem az Arena 4-en láttam, mert ugye családi tévénézés van ilyenkor péntek este, hanem a Sky Sport stream csatornáján, ezzel egy kicsit elkéstem a közvetítéssel, tehát már egy pár perccel a mérkőzés vége után kezdtem el a videó felvételét. Ez tulajdonképpen azon túl, hogy egy információ arra nézvést, hogy ti is tudtok streameken nézni mérkőzéseket, azon túl azért annyira nem fontos, maradjunk a mérkőzésnél, amelyen természetesen telt ház fogadta a csapatokat, és hogyha egy mondatban akarom megfogalmazni, hogy miért nem győzött a Lipcse, akkor egyértelműen azt mondhatom, hogy egy Nkunkuval volt kevesebb a Lipcse. De azért a dolog nem feltétlenül ilyen egyszerű, mert azt kell mondjam nektek, hogy hiányzott az a Szoboszlai is, legalábbis az első félidőben, aki nagyon sokszor meg tudja keverni az ellenfél védelmét. Szoboszlai egyébként az első félidőben végig a jobb oldalon maradt, a második félidőben viszont a bal oldalon kezdett, egy rövid időre átjött a jobb oldalra, majd a meccs végén újra a bal oldalon találtuk. Mindenhol sokkal jobban játszott a második félidőben, mint az elsőben. Az első félidőben voltak kifejezetten eladott labdái, és ami még fontosabb, hogy az egész első félidő tulajdonképpen inkább a Bayernnél volt. A birtokolt labdák száma is, tehát a birtokolt idő is nagyobb volt, a jobb passzok száma és aránya is nagyobb volt, és hát tulajdonképpen egy lesgólt is rúgtak, és természetesen rúgtak egy nagyon gyors ellenakcióból. Elsősorban ugye kontrákkal játszott a Bayern, hátulról sokat járatta a labdát, megindultak, vagy pedig elvették a Lipcsétől és úgy megindultak, tehát ezekkel játszottak, és nagyon jól, és egy ilyen előrevágott labda után ugye Csupomotingbe berúgta a beadott labdát. Ezzel lett 1-0 Bayern javára. A félidő után azonban hála Istennek egy egészen más Lipcsét láttunk, annak ellenére is, hogy a Lipcse nem cserélt elég sokáig. Ugye az első csere az ugye a Werner volt a 67. percben, a Haidara meg a Raum meg a Klostermann áll csak be, tehát igazából 4 cserét használt ki Marco Rose a lehetséges 5 helyett. Ami viszont tulajdonképpen jó hír, hogy ahogyan feljavult a Lipcse, úgy feljavult Szoboszlai is, ahogy említettem ugye a például ugye a gólnál, ami hát a félidő közepén esett, ugye pontosan az 52. percben, tehát még kicsit inkább az eleje felé, ott kifejezetten Szoboszlai benne volt a történetben. Ugye André Silva vitte le a szélre egészen az alapvonalig a labdát, onnan beadott, Szoboszlai csukafejes ráfejelte a kapura, és belenyúlt a Hasenberg, és így ment be a gól, úgyhogy tulajdonképpen Szoboszlainak volt egy gólpassza, és még amíg a jobb oldalon játszott Szoboszlai, akkor a 65. percben jött volna el az ő pillanata, kiugrott egy labdával, kötényt adott Upamecanónak, csodálatos csel volt, és erre Upamecano felrúgta. Most gólhelyzetben kiugró játékos, én azt hiszem, hogy minden ország bajnoki szabályzatai szerint, meg a játékvezetés általános szabályai szerint is ki kell állítani, egyik sem vezette a bírót, amikor csak sárga lapot adott Upamecanónak, ez óriási nagy hiba volt, Szoboszlai tehát tulajdonképpen egy kiállításban és egy gólpasszban benne lett volna. Utána nem sokkal Szoboszlai átment a bal oldal, és ott is azért voltak veszélyes szerelései, jól bemozgott, üresbe mozgott be, de igazából nem volt olyan, ezután már nem volt olyan helyzete, amit értékesíteni tudott volna. Azt kell mondjam, hogy a legeslegvége az pedig inkább a Bayerné volt. Azt hiszem ebből, amit elmondtam, összességében látjátok, hogy abban az értelemben igazságos döntetlen született, hogy az első félidő inkább a Bayerné volt, a másik félidő inkább a Lipcséjé. A Lipcsének kellett volna sokkal többet tenni azért, hogy megnyerje ezt a mérkőzést, de hát a videón közepén megvolt a válasz
erre a kérdésre, hogy miért nem sikerült. Ez a válasz pedig az, hogy Nkunku ugye még nem tud játszani, sérült, egyébként többször mutatta őt a kamera, ugye ott volt ilyen ropizgatott a szünetben, meg nézte a meccset jól bebugyolálva sálakkal, viszont nyilvánvalóan nagyon fázott, hideg van most Lipcsében, tehát nem tud még játszani, és amíg nem tud játszani, addig sajnos a Lipcsének kell találni helyette egy gólszerző csatárt, hát nagyon fel van adva a lecke Márkó Rózénak, mert egyébként a mezőnyben tulajdonképpen, ha mindent összevetek, egyelő szinten játszott a két csapat, nem látszott a nagy különbség a Bayern javára, és a Bayern sem volt olyan átütő, amilyen volt nagyon sok mérkőzésen az idének az első felében. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, mert azért engem nem elsősorban a Lipcse nézzétek el nekem, hanem Orbán és Szoboszlai érdekel, hogy Orbán remekül játszott, a gólról egyáltalán nem tehet, nem is az ő oldalán volt. A másik játékosok pedig Szoboszlai, voltak nagyon komoly felvillanásai, és tulajdonképpen a jobb játékosok közé tartozik, rengeteget futott, rengeteget próbált szerelni, hát az nem mindig sikerült, de nagyon sok helyen ott volt, bejátszott az egész pályát, úgyhogy ő is inkább a jobbak közé tartozik, de tőle azért esetleg még több kellene, különösen az ilyen nagy ellenfelek ellen. Na, ennyit szerettem volna mondani, kezdetnek azt hiszem ez jó volt, évkezdésnek, hiszen a Bundesliga az most kezdődik, és hát remélem, hogy ezután már csak jobb mérkőzések következnek. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérek, iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt állt a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, hajrá Magyarország, hajrá egyetemes magyar labdarúgás, hajrá lipcsei magyar srácok, a jó Isten áldjon meg mindenkit.